A kormány szándéka egyértelmű, meg fog épülni Paks 2, erről tájékoztatta Süli János miniszter az öt megye vezetőit. Egyedül az atomerőműben tudnak időjárástól függetlenül olcsó villamos energiát termelni, ez pedig elengedhetetlen a rezsicsökkentés és a gazdaság versenyképességének fenntartásához. Hogy akkor tudjuk a pontos dátumokat, amikor be tudjuk hatósági engedélyt adni, a létesítési engedélykérelemhez tartozó közel 300 ezer oldal dokumentációt, ezen komoly munkavégzés folyik, és mind a építéssel kapcsolatos IPC szerződést, mind a pénzügyi finanszírozás szerződésé az folyamatban van. A parlamentben is ezeket a dolgokat elmondtuk annak érdekében, hogy mindenki tisztában legyen majd az új lehetőségeinkkel. A kezdetektől fogva nem csak Paksban gondolkodtak az atomerőmű bővítésen dolgozó szakemberek, hanem a tágabb értelemben vett régió fejlesztésére is kihatással lesz a két új blokk építése. Mi egyértelműen Baranya, Somogy, Tolna megye és Bács-Kiskun megye, hisz a híz összeköt bennünket ebben a vonatkozásban, de ugye Fehér megyével is értelmszerűen ezt a kört tudjuk bővíteni, hisz Dunajváros mindenféleképpen ebbe a centrumba beletartozik, a kohászati alapismeretek, hegesztés technológia, anyagvizsgálat, azt képviseljük, hogy nekünk is van autópályánk, vannak egyetemeink, vannak kihelyezett egyetemi karok, van Baján vízügyi képzés, a mi régiónk is bír olyan adottságokkal, mint az ország más régió, és ha van egy fokozott érdeklődés az erőműépítés kapcsán a régió iránt, Paks kapcsán, akkor nekünk kötelezettségünk az, hogy ne csak Paksra koncentráljuk a ipart, hanem próbáljuk teríteni ebbe a régióba. A megyék vezetői óriási lehetőségnek tekintik a beruházást. Úgy gondolom, hogy megyéinknek, ha beszéltek a többi megyei elnök nevében is, nagyon nagy lehetőséget rejt magában a paksi fejlesztés, a legkisebb településtől a legnagyobb városunkig. Biztos vagyok benne, hogy több fejlesztést és lehetőséget tartogat magában, mint az elmúlt évek toppos pályázatai és lehetőségei. Hiszen fontos az, hogy a legkisebb településnek is megtaláljuk a lehetőségét, azokat a profilokat, amiben ők tudnak hozzájárulni a fejlesztéshez, illetve hogy az ott élőknek az életét, az ellátását, kiszolgálását onnét is tudjuk táplálni. Ez nagyon fontos lesz nekünk, hiszen például Baranyában is 300 településről beszélünk, és ebben szeretnénk mi is megtalálni miniszter úrral közösen a lehetőséget, hogy minden településünket, aki erre hajlandó és megvan benne a szándék, azt bevonjuk, hogy ezekben az ellátásban, illetve a gyárak fogadásában vagy a kiszolgálásban részesítsük a Baranya megyei településeket. Természetesen egy ilyen gigaprojekt lehetőség a térségnek, lehetőség a fejlesztésre. Számunkra nagyon fontos, hogy a Pécsi Egyetem szakembereivel, szakember utánpótlásával meg tudjon jelenni a programban. Azok a közlekedési fejlesztések, amelyeket már régóta dédelgetünk, és talán hiányoznak a baranyai lehetőségek között, gondolk itt a Pogányi repülőtér meghosszabbítására, az M9-es becsatlakoztatására, Pécset érintően a Mohácsi híd elkészült tére, mind-mind olyan projektelemek, amelyek így a paksi atomerőmű vízén, a paksi atomerőmű projekt kiterjesztett részeként meg tud valósulni. Ez egy lehetőség, és remélem, hogy a Baranyában élők, legyenek azok vezetők, lakosok, előnyeit fogják látni ennek a projektnek, és amennyiben nekünk az eljárások folyamán most már, mint kormány megbízott mondom, és a hivatalunkat tekintve lesz dolgunk és lehetőségünk, hát itt leszünk, és arra készülünk, hogy lesz is dolgunk. Mindig készülünk, folyamatosan készülünk arra a feladatra, ami elsősorban a kerítésen kívüli beruházások kapcsán ránk fog hárulni. Nagyon örülök annak, hogy a szomszéd megyék képviselőit, közgyűlési elnököket is, illetve kormányhivatal vezetőket meghívták erre a megbeszélésre. Azt talán kevesen tudják, hogy mi személyesen is jó kapcsolatban vagyunk ezekkel a főispánokkal, viszont én azt gondolom, hogy a kollektív tudás mindig több, mint a személyes tudás. Tehát örülök annak, hogy részben ők is tudják, hogy
milyen feladat áll előttünk. Részben pedig én azt gondolom, hogy együtt, hogyha úgy adódik, akkor közösen az engedélyeztetést, illetve a térségfejlesztést, hiszen itt azt hiszem, hogy azért az engedélyezésnél ez egy lényegesen fontosabb momentum, hogy a térségfejlesztésben működjünk együtt. Az atomerőmű bővítés felfutása 2022-re várható, eddigre a térséget alkalmassá kell tenni a beruházás lebonyolítására, ezért a kormány 187 milliárd forintos felújítási programról is döntött, ami jó részt a Paks környéki 47 település közútjait érinti majd. Ki kell használni ezt a lehetőséget, tehát minden olyan területfejlesztési koncepciót, amelyet hozzá lehet kapcsolni az atomerőmű építéshez, ezt meg kell tennünk, ebbe a megye is segít. Tulajdonképpen a területi operatív programban is számos olyan települési projekt van, amely marginálisan vagy pedig direkt módon kapcsolódik az atomerőműépítéshez. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos történet lesz a megye életében. Ismét léphetünk előre azon a ranglétrán, ami egy képzeletbeli ranglétra a megyék között, és emelkedhetünk akár a GDP egyfőre jutó arányában a munkaerőpiaci fejlődésben, és hát az értékteremtésben. Az ipar is fejlődésnek indulhat az építkezéssel, a megbeszélés helyszínét biztosító fémipari cég is szeretne részt venni Paks 2 építési munkáiban. Ugye az elmúlt két évben 6 rosszatomos delegáció volt már nálunk, aki ugye megnézett minket, nézte a lehetőséget, és nem titkoljuk el, mi is ugye persze lobbizunk is ebben.